Lássunk most a Wolfram Language lehetőségei közül egy igazán attraktív lehetőséget. Hogyan tudunk vizualizálni a diákjaink számára érthetővé vagy megközelíthetővé tenni hát különböző matematikai konstrukciókat. Nyilván a geometria az, amelyiknél ezt a dolgot igazán hát tudjuk alkalmazni, de hogyha megmutatjuk a diákoknak, hogy ennek a itt lévő kockának a hátulján mi van, amit nem látunk, hogyha elforgatjuk, akkor azt gondolom, hogy olyan információkhoz vagy olyan élményhez jutnak ők, amelyek hát talán azt gondolom, hogy a YZA és itt tovább generációk tagjait is hát megfogja, vagy legalábbis érdeklődéssel nézik ezt. Tehát azt gondolom, hogy ilyen animációkat mindenféleképpen érdemes lenne beépítenünk a tananyagba. Én a magam részéről keresem a módját annak, hogy hol lehet a üzleti matematikában ezt megtenni. Azt gondolom, hogy talán a integrál számításnál, hogyha ezt beletartozhatnak végig a tananyagba, akkor mindenképpen érdemes ezen gondolkozni.